Sziasztok! Ma ismét egy bulkol videóval jelentkezem, hiszen múlt héten volt Black Friday, és nem tudtam ellenállni az akcióknak. Főként új könyveket vásároltam, de azért egy antikvár rendelést is leadtam, ami most érkezett meg. És holnap lesz a születésnapom, és ajándékba is kaptam ezek közül néhány könyvet, úgyhogy most ezeket fogom nektek megmutatni. Tartsatok velem! 5 kötete bővült a Kapszula könyvtár gyűjteménye, de a jövőben nem mindegyik kötetet fogom megvásárolni, hiszen nem olyan régen megjelent a Dracula vagy a Csernobili ima, amelyek már megvannak a polcomon az Európa könyvkiadótól. Viszont azért jelennek meg természetesen nagyon érdekes címek, amelyeket viszont meg szeretnék a polcomon tudni, ilyen elsőként Bódis Krisztától a Kemény vaj. 1967-ben született író, pszichológus, filmes, ez idáig egy verses kötete jelent meg, illetve most 2022-ben elindult egy regény trilógiája, amely az első magyar filmrendezőnő életéről szól, Tüdös Kláráról. Nagyon izgalmasan hangzik egyébként, és ez a kötet 2003-ban jelent meg, ez volt az ő debütáló regénye, és így ez erről szól. A társadalom legkiszolgáltatottabb, legszegényebb, leginkább kirekesztett rétegéből származó fiatal lány felnövés története, ahogy azt ő maga megfogalmazza, mivel beszédképtelensége okán az írás az egyetlen menedéke, ahol a saját hangját hallathatja. És ennek a magával sodró hangnak a hatása több, mint megrázó, brutálisan kegyetlen, akár az élet, amiről beszámol. A testi-lelki megalázottság, a szexuális erőszak, a prostitúcióra kényszerítés, a szeretetlenség. Mindaz, amit szerencsés esetben csak hírből ismerünk, s amit a lehető legtávolabb akarunk tudni magunktól. Bódis Kriszta könyvét olvasva viszont ez már soha többé nem lehetséges. Hát ez egy nagyon felkavaró és megrázó történet lesz számomra. Én nem azt mondom, hogy keressem ezeket a drámákat, hiszen az életünkben is annyi probléma van. Minden esetre azt gondolom, hogy ezek is hozzánk tudnak tenni, és bár lehúznak, de én mondjuk pont az az ember vagyok, aki ezt helyén tudja kezelni. Sok mindent más az életemben nem, de a könyveket, azokat általában igen, és nagyon sokat tudnak számomra adni. Szinte nagyon érdekes számomra Umberto Eco, az ősfasizmus szaga. Ugye én nagyon szerettem tőle a Rózsa neve című könyvet, amely 1980-ban jelent meg, és gyakorlatilag az olasz szemiotika professzor ezzel berobbant az irodalom világába, és lett világhírű, főleg miután leforgatták az abból készült filmet Sean Connery főszereplésével. Ez a kötet egyébként publicisztikát tartalmaz, amik folyóiratokban jelentek meg, és azt írja, hogy 25-30 év elteltével sem vesztettek az erejükből, és hogy miről is szólnak. Ez a cím, ez nagyon brutális szintén, úgyhogy kíváncsi vagyok, hiszen hát mit is takarhat? Hát takarja ugye a háborút, bevándorlást, toleranciát, médiapolitikai kisajátítás és Isten hit. Hogyan tudja újabb és újabb köntösben belopni magát mindenkori életünkbe a fasizmus? Mik azok a jellegzetességei egy államhatalomnak, amelyek alapján kétségtelenül felismerhető ez a félelmetes ideológia? Eco tételesen felsorolja ezeket a sajátságukat, így mindenki számára világosan eldönthetővé válik. Felrémlik-e a fasizmus kötképe abban a rendszerben, amiben él? Itt azt írja még, hogy nem vesztettek semmit a szellemi frissességükből, bölcsességükből, éleslátásukból, szenvedélyes vitakészségükből és aktualitásukból ezek a szövegek. Nagyon kíváncsi vagyok. A következő író már nagyon régóta a várólistámon szerepel, és alig várom, hogy olvashassak tőle, és örülök, hogy végre lesz a polcomon tőle egy kötet. Ez pedig nem más, mint Gerald Darrelltől, Családom és egyéb állatfajták.
Mindössze 8 éves volt, amikor a családjával együtt Korfu szigetére költözött Görögországba, és ő itt ez idő alatt, amíg 5 évet ott éltek, az élő világot tanulmányozta, és rendkívül megszerette mind az állatokat, mind a természetet, így felnőve zoológus lett és természetvédő, és sok-sok regényt írt az ő szenvedélyéről, és később állatkertet is alapított, méghozzá olyan fajok számára, amelyek pusztulóban vannak. Ez a kötet pedig, hát ugye, az ő gyermekkorát eleveníti fel, és képzeljétek el, hogy pont itt az állatokról van szó, és felugrott hozzám a Lína, mintha érezte volna. A családom és egyéb állatfajták fantasztikus humorral és a természet iránti ellenállhatatlan rajongással mutatja be a szerző varázslatos gyermekkorát, amikor Darrell családtagjai összepakoltak, hogy a nyírkos angol klímát Korfu napsütésére cseréljék. A könyv világszerte millió kedvence lett, családok és iskolai osztályok közös olvasmányélménye, a könyvből és két folytatásából készült kedves filmsorozat, az HBO Food. Mindenképpen előbb elolvasom a könyvet, de erre a sorozatra is nagyon kíváncsi vagyok, mert tudom, hogy tényleg nagyon humoros. Maradjunk az állatoknál, azon belül is a delfineknél. Robert Merle állati elmék a következő könyv. Tőle eddig 2 könyvet sikerült elolvasnom. Az egyiket nagyon-nagyon szerettem, a másikat viszont, hát sajnos egyáltalán nem. Először én a Mesterségem a halál című könyvet olvastam, és méltattam is már itt a csatornámon, és most idén olvastam el tőle a Két nap az élet című Goncourt-díjas könyvét, ami ugye a francia irodalom legrangosabb díja, és hát ő megjárta a második világháborút, és az a könyv az ő akkori élményeiről szólt, de hát én valójában nagyon-nagyon untam sajnos azt a könyvet, a Mesterségem a halál viszont nagyon megrendítő volt számomra. Kíváncsi vagyok, hogy ez a könyv mit tartogat számomra. Annyit tudok, hogy nagyon-nagyon sikeres volt, és 1967-ben jelent meg, és Mike Nichols forgatott belőle filmet, méghozzá a Delfin napja címmel 1973-ban. És hogy miről is szól a könyv. Az Egyesült Államokban játszódó történetben a tudósok nevelte intelligens és az emberi kommunikációt elsajátító delfinpárra a hadsereg veti ki hálóját, hogy gyilkolásra képezzék ki őket. A ténykedésük eredményeként küszöben áll 3. világháború. Felelősség, hatalom és erkölcs viszonyának ma is aktuális kérdései az ember és az állat kapcsolatán keresztül. A jövőnk iránt aggódó, a tragikussága ellenére is igazán szeretetre méltó elbeszélésben. Nagyon érdekes. A következő szerző nagyon közel áll a szívemhez, ő pedig nem más, mint Kazuo Ishiguro, ez pedig a Dombok halvány képe, amely 1982-ben jelent meg, és ez volt az ő debütáló regénye. Elsőként az 1989-ben hatalmas sikert aratott Napok romjai című könyvet olvastam el, amiből ugye később készült egy film Anthony Hopkins főszereplésével. Hát a filmet azt szerintem hagyjuk, mert szerintem azért ott nekem a könyvben egy unszimpatikus karakter kerekedett ki, míg a filmben pedig imádtam Anthony Hopkinsot. És ugye tavaly olvastam el tőle a Clara és a Nap című könyvét, amelyet én a legjobb kortárs regénynek választottam 2021-ben. Ez a kötet egyébként a jelenben Angliában játszódik, egy kisvárosban, és a múltban pedig Japánban, Nagasakiban, háború utáni időszakban, és ez számomra rendkívül érdekes, hiszen ez a nép nagyon megszenvedte a második világháborút. Szóval Atsuko a főszereplőnk, a angol vidéki házában látogatóba érkezett lányával beszélget, valamint a háború utáni Nagasakiban, ahol összebarátkozik a nála idősebb Sachikóval, segíti a gyermeknevelésben, és férje meg apósa közt őrlődve éli a gyermekvárás mindennapjait. A folytott légkörű, a szereplők álmaiból, kiszerű és töredékes párbeszédeiből felépülő történetből csak halványan sejlenek fel az árnyak.
az erőskező apa, a szolgai alázatot követelő férj, a nevelés felelősség elől elmenekülő barátnő, a sérült kislány. Mégis a háború pusztítását túlélt városnegyedek, az emberek körvonalai örökre megmaradnak az olvasóban. Hát ez a szöveg nagyon-nagyon jól hangzik, úgyhogy bízom benne, hogy tetszeni fog. Egyébként nem is egy hosszú regényről van szó. A következő könyvhöz fontos érzelmszálak fűznek, és már akkor, amikor megjelent, be akartam szerezni. Na de azért 6-7 ezer forintot én nem tudok kiadni egy könyvre, most viszont jóval olcsóbban jutottam hozzá, és gyönyörű a borítója. Olajfák és hamu. Írok Palesztina megszállása ellen. Történt ugyanis, hogy Eilert Wildman és Michael Chabon felkértek írókat, hogy mondják el a véleményüket az ország helyzetéről, és arról, hogy mit gondolnak erről az egész konfliktusról. Itt azt írja, hogy nem voltak politikai elvárásaink az írókkal szemben. Az irodalmi kiválóságuk miatt kértük fel őket, hogy vegyenek részt ebben a projektben, és mert széles és lelkes olvasóközönségre tudnak hatni a saját országukban, illetve sok esetben az egész világon. Nem cenzúráztuk őket, és semmilyen módon nem próbáltuk korlátozni, hogy mit írjanak. Azt írták meg, amit láttak, és önök most ezt fogják olvasni. Nagyon sok mindent tudok Palesztináról. Tudom, hogy sokan csak felszínesen ismerik ezt az országot. Csak annyit tudnak, hogy bombáznak, hogy a gázai övezetben megint rakétatámadások vannak. De ebben az országban élnek civil emberek, olyanok, mint mi, és szenvednek. Ezt biztosan állíthatom, hogy nagyon nehéz az életük, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy az 5 kontinensről különböző vallású írók, amikor ellátogattak Palesztinába, mert mindegyik írót egyébként elvitték oda, mit gondoltak? Milyen szemmel látták? Például Mario Vargas Llosa, akit én különösen szeretek, ugye ő is Nobel-díjas szerző. De itt van például Callum McCann, Jacqueline Woodson, Geraldine Brooks, Dave Eggers, Harry Kunzru. Érzékeny és megrendítő eszék révén az olvasók egyedülálló betekintést kapnak arról, hogyan élik meg mindennapjaikat az érintettek a különböző megszállási zónákban. Így az olvasók a napi híreken túlmutató árnyalt képet kapnak arról, milyen áldozatokat követel a megszállás. Hú, elképesztően izgalmas ez számomra. Rachel Kushner is írt bele, Mr. Jófej, ez a címe az ő eszéjének. Ő a kelet-jeruzsálemi Suafat menekült táborban látogatott el. Hú, nagyon érdekes. Alig várom, hogy elolvassam. Megint nem a legvidámabb könyveket választottam ki, és a sorban következő sem az. David Funkinas, nem tudom, hogy kell ejteni a nevét, Charlotte című kötete, amellyel már évek óta szemezgettem, hát amióta megjelent, de most döntöttem úgy, hogy végre megveszem. Ő egy francia író, forgatókönyvíró. Natalie második élete című filmet talán ismeritek, az az ő regényéből készült, és 2014-ben pedig ez a könyv egy nagyon rangos irodalmi díjat is elnyert. És hogy miért megrendítő alkotás? Hát azért, amit itt az elején is írnak, ez a regény Charlotte Salomon német festőnő életét dolgozza fel, aki épp terhes volt, amikor 26 évesen meggyilkolták. Forrásként elsősorban Élet vagy Színház című önéletrajzi művére támaszkodtam. Ez itt az egész életem, mondja Charlotte Salomon 1942-ben, miközben átnyújt bizalmasának egy képekkel teli bőröndöt, életművel legjavát, pedig 25 éves még csupán. Az élete azonban egy gázkamra felé tart, és ott
nem sokára véget is ér. Az író egyébként nyomozott sokat, és úgy érezte, hogy az ő történetét mindenképpen meg kell írnia. Azt írja, hogy úgy éreztem, muszáj soronként írnom, hogy levegőhöz jussak, szól ki az olvasóhoz furcsa, ám annál látványosabb nemzetközi sikerű regényéből a nálunk eddig jobbára inkább vidám könyvei alapján jól ismert francia szerző. Annyi bizonyos, hogy ez a könyv nem csupán egy rendkívül nagyszerű portréját, egy tragikus sors markáns ívét tárja elénk, hanem egy nyomozás torokszorító történetét is. Azt már említettem korábban, hogy jövőre a kortárs évemben szeretnék díjazott szerzőktől, illetve díjazott könyveket olvasni, és kettő videóval korábban Afrikáról is beszéltem nektek, méghozzá tavalyi irodalmi Nobel-díjastól, ról, Abdul Razak Gurnáról, és itt az utóéletek. Igen, megkaptam, végre itt van a polcomon, úgyhogy jövőre az első könyvek között lesz az biztos, hát nem az első, mert az már fixen megvan, de utána valószínűleg sorra fogom keríteni. Afrika elfeledett történetéről és a hétköznapok hőseiről szól, ott beszéltem többet is a könyvről, vissza tudjátok nézni. Nagyon szép egyébként ez a borító, nagyon tetszik. Alig várom már. A következő regénynek nagyon tetszett a fülszövege, pedig nem terveztem megvásárolni, de mégis hazajött hozzám. Margaret Wilkerson Sexton és az újraálmodók, a túlélő és gyógyító nők regénye. Ez már önmagában egy nagyon-nagyon jó alcím. Egyébként az írónő az első regényével, a Kind of Freedom-mal, amit nem fordítottak még le magyarra, bekerült a Nemzeti Könyvdíj hosszú listájára, ezzel pedig rengeteg díjat bezsebelt. És hogy miről is szól? Hát ez egy költői regény, nők három generációjáról szól, egészen a rabszolgasorstól a szabadságukig. És Louisiana államban. 1924-ben az idős asszony Josephine-t láthatjuk, aki egy virágzó gazdaság büszke tulajdonosává vált, és éppen fia esküvőjére, majd unokája születésére készül. Szomszédjába költözik a társaságra vágyó Charlotte férjével, azonban a fiatal fehérnő váratlan felbukkanása és közeledése nem várt konfliktusokhoz vezet. Mindeközben Josephine visszaemlékezéseiben feltárul gyermekkora, a 19. század közepi déli ültetvényes birtokok világa. A rabszolgaként dolgozó anyja és apja, titokzatos újraálmodók vallási közösségét segítségül híva készül a menekülésre és a felszabadulásra. 2017-ben pedig megismerhetjük az egyedülálló Ávát, aki fiával betegeskedő, magányos nagymamájához, Mártához költözik, hogy gondozza őt. De a fehér földbirtokosok leszármazottjaként felnőtt asszony demenciája felgyorsul, és leépülése közben egyre inkább felszínre kerülnek unokájával szembeni előítéletei. Mindeközben ebben megismerkedik dúlaként dolgozó anyja fiatal terhes lányokból álló körével is. Előbb-utóbb döntenie kell, hogy merre lép tovább az életben, követi elősei szavát a nőknek, reményt és támogatást nyújtó közösségbe. Bocsánat, egy picit csapongó voltam, csak közben nem tudtam így kiemelni, ami fontos ebből a regényből. Hát nagyon izgalmas, úgyhogy nagyon várom már, hogy olvassam. Amiatt megláttam, hogy megjelent az Európánál ez a kötet, azóta szerettem volna beszerezni, elinkelhető az eufóriát, amely Sylvia Plath utolsó éveiről szól, és én láttam a róla készült filmet, és olvastam az üvegbúrát is, és több versét is olvastam Tandori Dezső fordításában. Én nagyon-nagyon közel áll hozzám Sylvia Plath, és ez a könyv, amikor megjelent 2021-ben, akkor elnyerte az August Strindbergről elnevezett August díjat, és itt azt is írja, hogy a legjobb svéd regény 2021-ben, szóval ez egy nagyon friss megjelenés, úgyhogy ez is természetesen majd az elsők között lesz a jövő évi olvasmányaim között. Sylvia Plath életének utolsó évében egy angliai kisvárosban él a férjével, a költő Ted Hughes-zal és a második gyerekét várja. De boldogtalan.
és magányos. A házasság egyre sivárabb és egyre üresebb, folyamatosan őrlődik, többre vágyik az anya és feleség szerepénél. A férje hűtlenségétől is szenvedő nő az írásban, az alkotói munkában lel átmeneti menedékre. Sylvia Plath műveinek stílusát, hangulatát nem csak a mély átéléssel megírt, felkavaró története, hanem az anyasságról, családról, szerelemről, művészi alkotómunkáról megfogalmazott gondolata miatt is magával ragadó olvasmány, megjelenésekor azonnal a svéd sikerlista érére került, kritikusai és olvasói szerint egyaránt kiemelkedő mű, el is nyerte a legrangosabb svéd irodalmi elismerést. És már 24 nyelvre lefordították, úgyhogy rettentően kíváncsi vagyok. És az utolsó könyveket csak gyorsan megmutatom. Ezek szinte mint tanulmánykötetek, illetve irodalomtörténeti alkotások, illetve itt van az Afrika lelke, amit ugye megvásároltam, említettem az Afrika videónál, viszont ez egy nagyon-nagyon vékony kis kötet, minden esetre el fogom majd olvasni. Aztán itt van tanulmányok Lukács és Sándor 75. születésnapjára, ez is természetesen tele van irodalom történeti tanulmánnyal, úgyhogy eszével nagyon kíváncsi vagyok rá, mert így beleolvasgattam, hogy mikről írtak. Aztán itt van Tóth Orsolya Egykor és Most, tanulmányok a 19. századi magyar irodalomról. Hát gyorsan, hogyha kinyitom, akkor például Kazinciról ír benne, természetesen Berzsenyi Dániel is benne van a Bankban, Katona József, illetve kritikák is vannak benne, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, érdekesnek tűnik számomra. Aztán itt van Jacqueline Raoul Duval, ez pedig nem más, mint Kafka, az örök vőlegény. Itt azt írja egyébként, hogy a vonzó megjelenésű elegáns Kafka nem csak a barátait nyugözte le, de ahhoz is jól értett, hogyan varázsolja el a nőket, akikhez élete során különös viszony fűzte. Ez a regény tökéletes bevezető Kafka irodalmi világába, az ő hangján szólal meg a regényben, az ő stílusában írja le életének néhány fejezetét, szerelmeinek történetét, beleszőve a szövegbe, sok-sok részletet Kafka gazdag levelezéséből, napló bejegyzéseiből. Aztán itt van Ian McEwan Gyermektörvény című könyve. Bocsánat, ezt elfelejtettem itt a regények között említeni. Ez egy Man Booker díjas íróról van szó, és Fiona May vezető bíró, szakterülete a családjog. Nehéz ügyekben okos, átgondolt, sokoldalúan érzékeny ítéletei jó voltából a jogász társadalom egyöntetű elismerését élvezi. Ám a szakmai siker nem felettetheti magánéleti gondjait, 30 év után házassága összeomlással fenyeget, és épp ebben a válságos pillanatban kell sürgősen ítéletet hozni egy különleges ügyben. Azt hiszem, ennyi bőven elég is. Olvastam már tőle a Szombat című könyvét, és az nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy ezért vagyok kíváncsi Ian McEwanre. Aztán itt van Arany János és az Európai Irodalom, Óhajtom a klasszikus írók tanulmányát. Ez az ő 200. születésnapjának évfordulójára jelent meg, és természetesen nagyon sok szerző tanulmánya van benne, például Ferenczi Attila Toldi estéről ír, vagy Dávidházi Péter, Arany János és a velencei Kalmár műfajelméleti problémája, vagy Gönczi Monika, Arany János és Don Quixote. Na, úgyhogy ez is számomra rettentően érdekes. És aztán itt van szintén egy irodalomtörténész 75. születésnapjára kiadott tanulmánykötet, Múlt jövő időben, és ahogy beleolvasgattam, nagyon érdekes, például a Eszterházi Harmónia Celestiséről van benne, illetve a javított kiadásról, a Harmóniát egyébként nagyon-nagyon szerettem, ez volt az első olvasásom Eszterházitól, de hogy még menjünk tovább, még mik vannak benne.
A Pázmány Egyetem Magyar Irodalomtudományi Intézetének első évei. Na, szóval, hogy ilyesmi is van benne, nem csak kritikák, esszék. Vagy éppen a magyar irodalom Olaszországban. Na, szóval nagyon-nagyon érdekes. Szintén a irodalom kedvelőnek, mint én vagyok, ezek nagyon fontos kötetek. És akkor még kettő maradt, kettő nyugathoz kötődő irodalomtörténeti könyv, az egyik Kosztolánci Tibor és a fiatal Osváth Ernő. Láttam, hogy vannak benne képek is, de hát gondolom benne van az, hogy hogyan kezdte el a nyugatnál a munkáját, meg az egész pályafutása, gondolom benne van. Számomra ő is egy elég izgalmas és érdekes alak a magyar irodalomtörténetből, de ilyen számomra Ignótus is, és ebben pedig az ő tanulmányai vannak, illetve Angyalusi Gergő írta Ignótus tanulmányok, közelítések az impresszionista kritika problémájához, és hát ebben is, ahogy nézegettem, nagyon érdekes dolgok vannak, úgyhogy kíváncsian várom, hogy milyen lesz majd számomra. Ez a videó pedig ennyi lett volna, megint nagyon hosszúra sikerettem, de az a baj, hogy nem tudok másképp videózni, de azt gondolom, hogy ezt itt nem is bánjátok. Egyébként azt tervezem, hogy hétvégén jövök még egy videóval, ha az időmbe belefér, mert a meccsek dübörögnek tovább, de én pedig szeretnék nektek is örömet okozni. Legyen nagyon szép hétvégétek, és olvassatok, kapcsolódjatok ki, és ha van kedvetek, akkor írjátok meg nekem, hogy ti kihasználtátok-e a Black Friday akcióit, és rendeltetek-e új könyveket. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!